Szervusztok fiúk, lányok, Santi vagyok, ez pedig itt a Don't Starve Together zárt bétája. Köszönhetően Istvánnak, akinek volt egy extra béta kulcsa és elküldte nekem, úgyhogy köszönöm szépen neki ezúton is. Hát igen, megvannak az előnyei, hogyha van egy 21 ezres követő táborra rendelkező YouTube csatornája az embernek, például a nézők esetenként küldhetnek neki béta kulcsokat olyan játékhoz, amihez ő nem kapott. Amúgy a játékhoz november vége felé kezdték el küldeni nagy üzemben a béta kulcsokat. Noha én már az első napokban jelentkeztem rá, még nem kaptam meg a sajátomat, úgyhogy lehet, hogy még fogok kapni, akkor azokat majd kiosztom. De vélhetően 60 ezer, több mint 60 ezer embernek küldenek ki ilyen úton béta kulcsokat, ráadásul úgy, hogy két extra kulcsot is kap mindenki, ha jól olvastam, aki kap így béta kulcsot, tehát egyből két haverjának is kiküldheti, akiknek megvan a játék, és akkor tudják együtt játszani a játékot rögtön és tesztelni a több játékos módot. Na, Don't Starve! Dióhéjban ez egy izometrikus nézetű túlélő játék, ahol furcsa dolgokat készítünk, furcsa dolgok történnek, és az egész játéknak van egy ilyen furcsa, de szerintem jó pofa hangulata. Ha valaki ennél többre kíváncsi a játékra, javaslom, látogassa meg a csatorna lejátszási listáit, és azon belül is a Don't Starve lejátszási listát, ahol szerintem bőségesen talál videókat a játékkal kapcsolatban, bemutatót, és szerintem több mint 80 videó van a csatornán Don't Starve-nak szentelve, úgyhogy egy kellemes kis mozi hetet lehet belőle tartani. Úgyhogy külön nem ejtenék szót, hogy mi az a Don't Starve, viszont még így a videó elején annyi infom van még a játékról, hogy azok, akik esetleg nem kaptak volna, vagy nem kapnak béta kulcsot, december közepe táján várható, hogy kiraknak egy Frontier pakkot Steamre, ahol mindenkinek lehetősége lesz bevásárolni a magát a bétába. Akiknek nincs meg a Don't Starve alapjáték, azoknak 15 euróért lesz meg a játék, plusz a béta hozzáférés és két kulcs a játékhoz. Akiknek viszont megvan az alapjáték, azoknak ez 5 euróba fog kerülni ez a béta hozzáférés plusz a két béta kulcs. Viszont azt fontos megjegyezni, hogy ez a béta nagyjából a jövő év derekáig fog tartani, amikor ugyanis nagyjából végeznek így a szerverek kalibrálásával, a játék finom hangolásával, és kiadják a játékot, viszont ez a kiadás ingyenes lesz, tehát mindenki, akinek megvan az alap Don't Starve játék, az ingyen megkapja. Így tehát most csak azoknak kell pénzt költeniük rá, akik nem bírnak odáig várni, hogy játsszák ezt a játékot béta fázisban. Egyébként szerintem érdemesebb várni. És ezzel párhuzamosan a jövő év derekán érkezik majd egy nagyobb kiegészítő is, ami szintén ingyenes lesz, és pontosan a többjátékos módhoz fog hozzáadni nagyon sok extra tartalmat, illetve ilyen balansz változtatást. Így hát, hogyha többen játsszák a játékot, akkor fel kell készülni újabb kihívásokra, kalandokra és különböző felfedezésekre. Na jó, ennyit a játékról így dióhéjban, nézzük magát a többjátékos módot. Na, amint látjátok, egyből a szerverekre kapcsolódik föl a játék, és itt látható, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok játékszerver fut jelenleg is, ezeket ping szerint, tehát hogy minél kisebb késéssel tudjuk játszani a szervereket, rendezi sorba nekünk a játék, illetve mi magunk is készíthetünk szervereket itt a host szerverre kattintva. Itt látjuk, hogy hányan játszhatnak az adott szerveren, mekkora a ping, milyen extra beállítások élnek a szerveren, fel a szerverek nevét, de itt van lehetőségünk keresni külön szervereket is név szerint, játékmód szerint, van-e rajta PvP, és a többi, és a többi. Tehát elég részletes ez a kereső, vagy inkább szűrő a szerverekre. Továbbá mi magunk is készíthetünk szervereket, 1, 2, 3, 4, 5-öt szám szerint. És akkor itt beállíthatjuk, hogy Survivor legyen, vagy végtelenített, hány játékos játszhat rajta maximum, legyen-e jelszóval védett, legyen-e PvP, tehát a játékosok egymást is tudják bántani, csak barátok jöhetnek be, vagy bárki, és magát a világot is kicsit testre szapjuk. Viszont azt fontos megjegyezni, hogy ez a többjátékos mód, ez az alapjátékot használja. Tehát akiknek megvan a Reign of the Giants, az nem fog tudni... Jó, csatlakozzunk be ebbe a szerverbe. Tehát nem lesznek benne a Reign of the Giants-nek az extrái, hanem kizárólag a Don't Starve alapjátékot veszik alapul,
és annak a funkcióit, annak a képességeit és azoknak a karaktereit használja majd a Together. Lehet, hogy később egyébként a Reign of the Giants-et is implementálják, majd de első körben mondom a Don't Starve alapjátékot fogja használni a többjátékos mód. Na, amint látjátok, itt vannak a választható karakterek. Hát kicsit szűkösebbre van szabva a karakter választható mező, tehát nincs benne minden extra karakter, aki választható vagy elérhető. Na jó, válasszunk mondjuk egy... Válasszuk Wilsont. Ő úgyis bevált. Valószínűleg tartom egyébként, hogy itt még minden változás tárgyát képezi majd, úgyhogy... ezt vegyétek figyelembe, amikor így ezt a bemutatót nézitek, tehát bármit, amit elmondok most, hogy így és úgy működik, ahogy én tapasztaltam, az lehet, hogy meg fog változni egy-két héten belül. Na, ahogy nézem, itt most már így elkészítettek egy ilyen kis báziskát. Na, az első újítás, hogy ugye látjátok, itt már több játékos ténykedik egyidejűleg, és lehet csetelni is a többiekkel, hogyha lenyomjuk az Y-t, vagy pedig a Z-t, kinek hogy, és akkor így tudunk kommunikálni akár a messzeségből is. A többi játékost így a képernyő sarkán jelzi ki nekünk így a játék, feltéve, hogy belátható közelségben vannak. Itt pedig a jobb felső sarokban látjuk, hogy hány napja tart ez a játékszerver, mi pedig hány naposak vagyunk. Tehát mi, a mi karakterünk egy napos, ezt itt is írja, hogy ki hány napos, ha lenyomom a tabot, és maga ez a játék, ez 8 napja tart, tehát a 8 játékbeli nap óta. Na, hogy nézem, itt majdnem mindenki Wilsonnal van. Jó, úgyhogy az alapjátékot kapjuk, és minden olyan funkcióját, amit az alapjáték is tudott, itt tehát először egy-két alapfelszerelést és nyersanyagot kell gyűjtenünk, abból eszközöket készíteni, az eszközökkel még több alapanyagot farmolni, abból készíteni olyan masinákat, illetve ilyen tábort vernünk, amivel a túlélésünket szavatoljuk, illetve újabb dolgokat fedezhetünk fel, és így tovább, és így tovább, és így tovább. Na, ezen a szerveren, ahogy nézem, van aktív PvP, tehát fogok tudni bántani más játékosokat is, hogyha úgy hozza újri kedvem. Na, ezt csak így a poén kedvéért együttésre kipróbálom, ha megtalálom őket. Na, itt egy láda. És tényleg a varázsát az egész játéknak itt az adja, hogy többen játsszák azt, amit eddig egyedül kellett a játékosoknak játszani, és szerintem ez nagyon-nagyon poén. Na, nézzük csak. Jaj, meg se tudom támadni. Kéne valami szerszám. Egy célszerszám, amit erre tudok használni. Van itt valakinek? Ó, ez itt a kajásdoboz. Ahogy nézem, nem fogunk éhen halni. Tojások mindenfele. Meg egy nyuszi. Na, ami fontos, így kiemelni csak a több játékos módra fókuszálva, hogy minden játékos ennél a furcsa portálnál kezd, és találkoztam olyan szerverrel, ahol ez a portál éjszakánként világít és télen meleget ad, tehát akik mondjuk a tél közepén csatlakoznak be, azok nem fognak egyből halálra fagyni, illetve hogyha éjszaka jön a játékos így a semmivel, tehát nincs semmi nálunk, amikor elkezdjük a játékot, akkor nem fogja egyből megenni az éjszakai szörnyeteg. De mondom, ez is szerverenként változott, tehát volt olyan szerver, ahol így működött ez a portál, és volt olyan szerver, például ez is szerintem, ahol nem így működik a portál. Úgyhogy ez is már egy olyan dolog, szerintem, hogy ezt így tesztelik a készítők, hogy melyik lenne a legoptimálisabb játékmechanika. Akkor, ha meghalunk, ugye jön a kérdés, ugye a Don't Starve az egy olyan játék volt, ahol a halál az permanens, tehát hogyha meghalunk végleg, van lehetőség egyszer-kétszer feltámadni, ha mondjuk találtunk olyan helyeket, ilyen oltárokat, ahol feltámadhat a karakterünk, vagy pedig ugye van nálunk esetleg már olyan eszköz, ami egyszer megmenti a seggünket, viszont többjátékos módban ez a halál az nem túl szerencsés, ugyanis ha együtt szeretnék játszani valakivel és túlélni, akkor az nem jó, hogyha az egyikünk meghal, és akkor a másik ember az meg nem tud többet mit csinálni. Hoppá, gonosz malacok, én szerintem hagyom magam megpuccantani, és akkor legalább megmutatom, hogy milyen az, hogyha meghal egy játékos. Na, és hogyha valaki meghal, akkor így szellemként kísért tovább.
És ez az a módja, hogy a játékosokat továbbra is a játékban tartsák. Na, mit tehetünk szellemként, azon túl, hogy halhatatlanok vagyunk, mert már ugye meghaltunk? Mindent kísérthetünk. Na most ez is már sokat változott, ugyanis volt olyan, hogy ez a kísértés, ez egy ilyen kötelező dolog volt, ugyanis csak így maradhattunk életben szellemként, és hogyha nem kísértünk, akkor szép lassan így semmivé válunk. És így kiesünk a játékból, és akivel eddig játszottunk, na hoppá! Igen, tehát szellemként, ha kísértjük a dolgokat, tényleg mindenre rászállhatunk, akkor azok furcsa dolgokat eredményezhetnek. Például itt most kísértettem az egyik malacot, aki átváltozott vérmalaccá. De ez is így random, tehát nem mindig adja be, de különböző bónuszokat, vagy esetleg inkább negatívumokat is generálhatunk azáltal, hogy kísértjük a dolgokat. Például a malacok átváltoznak ilyen vérszomjas vérmalaccá. De lehet pozitív is, például egy ilyen palántára rászállunk, ami kinő. És ezáltal mondjuk hamarabb juttathatjuk kajához a szövetségeseinket. Ugyanakkor azt is fontos megjegyezni, hogy ha szellem van a közelben, olyannal is találkoztam már, hogy ilyenkor jobban csökken a józan esze a többi játékosnak, aki a szellem közelében van, vagy pedig folyamatosan az egész pályán csökken mindenkinek picit a józan esze, hogyha az egyik játékostárs szellemmé változott át. Na, itt ilyen vérmalac tábort nyitok. Ez az, változtatok át. Hoppá. Nyugi, nyugi. Csak én vagyok, meg a vérmalac csorda. Úgy tűnik, hogy itt lassan kisebbségbe kerülnek a józan malacok. A farkas malacok. Jó, még egy vérmalacsal csak szaporodott így. Még egyel, jó, mindenkiből vérmalac lesz. Na, már csak egy malac van. Talpom. Kérdés ugye adja magát, hogy hogyan támadhatunk fel szellemként. Na, a portálok, vagy hát az ilyen áldozati oltárok, azok feltámaszthattak minket. Tehát amik korábban ugye feltámasztották automatikusan a karakterünket, az most a szellemet is feltámasztják, viszont ezekből korlátozott mennyiségű van. Na. Ja, és akkor itt már írják a cseten, hogy azért haltam meg, hogy gyakorlatilag így leamortizáljam a többieknek a józan eszét. Tehát így van lehetőség mondjuk így föltámadni. Most szerintem nem fognak engem túlságosan szeretni ezen a szerveren. De olyan szerverrel is találkoztam, ahol ezzel a kezdőportállal fel tudunk támadni. Viszont a feltámadások közepette csökken a maximális HP-nk. Tehát minél többször támadunk fel, annál kevesebb HP-val fogunk tudni gazdálkodni a végén. Ez egy bizonyos szint talán nem csökken. Na, és itt akkor látjátok, feltámadok. És akkor újra élek, viszont látjátok, a maximális HP csíkból már lejött egy kicsi, és ez az adott szint talán nem csökkenhet, így viszont, ha valaki túlságosan sokszor hal meg, hú, de utálhatnak most, akkor így az egész csapatnak a túlélési esélyeit minimálisra csökkenti, egészen addig a pontig, hogy már tényleg ránk fúj a szél és meghalunk, és nagyon nehéz lesz tovább játszani a játékot. Így tehát valószínűleg tartom, hogy ha valaki ügyetlenebb, akkor előbb vagy utóbb új játékot kell kezdenie az ismerőseivel. Viszont akik ügyesek, nagyon sokáig tudnak játszani. Így tehát változó, hogy mi a célunk a játékban, de alapvetően ugye a célunk az, hogy minél több napon át éljünk túl ebbe az egészen furcsa környezetbe. Jó, én nem megyek most vissza, mert szerintem megölnek engem a többiek, ott vagyok. Jó, itt vannak a vérmalacok, azokat sem akarom nagyon most heccelni, ha már átváltoztattam őket. Úgyhogy ez a Don't Starve Together, hölgyeim és uraim, szerintem nagyon jó pofa lesz. Most ezt a videót csak egy ilyen rövid kis bemutatónak szántam, aztán majd tényleg kezdek egy olyan játékot, ahol majd normálisan többekkel fogok játszani.
Vannak kisebb laggok, tehát erre fel kell készülni, illetve a szerverek is időnként ledobnak, de alapvetően a játék szerintem már elég stabilnak mondható ahhoz, hogy bárki nyugodt szívvel játsza, hogyha van béta hozzáférése, vagy pedig ugye így a december közepén érkező béta hozzáféréssel saját magának vagy ismerőseinek kivásárolja a dolgot. Esetleg arra is jó lehet, hogy ismerősnek megvesszük ugye a játékot, ezáltal az ismerős kap még két béta kulcsot, és az egyiket ugye magunknak, hogyha már megvan a játék, elküldjük, és akkor így tudunk az ismerősünkkel is játszani. És szerintem ez egy nagyon jó kis vírus marketing technika, amivel lehetőségünk van ugye így még több ember bevonzani a játékba, úgyhogy szerintem ez így egy jól működő mechanika. Jó, szerintem itt visszaértem a táborhoz. Jól van. Jó, és itt vannak a többiek nagyban tevékenykedve. Jó, hát akkor ez volt a Don't Starve Together, hölgyeim és uraim, én pedig majd közeljövőben terveztem még több videót a játékból, illetve hát várom a fejleményeket, hogy milyen változásokat tesznek a játékba. Még egyszer mondom, itt minden, még ami játékmechanikailag, hogy a több játékost érinti, az változás tárgyát képezi, úgyhogy kéretik fenntartásokkal kezelni azokat, amiket elmondtam, de alapvetően szerintem tök jó lesz a játék. Én pedig megköszönöm szépen a figyelmet, ez volt a Don't Starve Together, és találkozunk legközelebb. Addig is minden jót kívánok, legyetek jók, sziasztok!